Sziasztok! Sziasztok, itt a nagy-nagy hőségbe elmegyünk. A rekkenőtöt adják ma ezen a csatornán. Nem, hanem jön a Sopranosnak a második évadja. Visszamegyünk New Jersey-be, ha már az első évad ilyen jó volt, és úgy tűnik, hogy a fogadtatás is jó, hát azt eddig is tudtam, vagy hát tapasztaltam, hogy mennyire kedvencetek ez a sorozat, és látszik a komment szekcióban is, meg a nézettségen is. Csak a lájkokon nem látszik. Lájkokon nem annyira? Nem lájkoltok egyébként, ez engem picit bosszol. Igen, hogy jöjjenek a lájkok, jó? Tudjátok, hogy a lájk az... Szükségünk van a lájkokra, jelent. Meg szükségünk van arra is, hogy feliratkozzon mindenki. Úgy 28%-a a nézőinknek nincs feliratkozva. Ez azért gáz, mert amúgy nagyon közel vagyunk a 10.000-hez, és ha a 10.000-et elérnénk, akkor már be tudnám indítani a merchandise shopot, és annyira menő cuccokat fogunk árulni, hogy beszortok. Egy csomó mindenki, aki néz minket, készített nekünk rajzokat, grafikákat, igen. És azokból lesznek majd a merchandise-ok, de az el kell érjük a 10.000-et, úgyhogy tessék feliratkozni, tessék lájkolni. Ezt most sűrűbben elmondjuk majd, úgyhogy a like életet menthet. Gyerünk, srácok, gyerünk. Na, Abi, először is mondd el az első benyomásodat. Elmondom felvezető gondolataimat az évadhoz. Igen, meglepődtem? Nem lepődtem meg, sőt, magától értetődő volt, hogy valami, szóval nem, hogy hamar kell, hogy jöjjön az árulás, hogy ki az áruló. Ez azért a maffia témákban mindig téma. Igen. Szóval a maffia történetekben ez mindig jelen van, és hát nem csodálkoztam rajta, hogy ez eljött. Egy picit azon sem csodálkoztam nyilván az első évad alapján, vagy hogy úgy, nem tudom, egy sunyi alak ez a duci, tehát a puszi. A puszi egy sunyi alak. De olyan szerethető pedig a puszi. A puszi még a legkedvesebb köztük. Ő az a kis ember, akit így megfogtak. Igen. Az FBI is megfogta őt. A maffiában is egy kicsit ő olyan, igen. Jó, tehát igen, ő egy aranyos nagymackó is, de közben meg azért, mondom, van a nézés. Közben egy aranyos kokainárus. Jó, szóval. Persze. Ez jó egyébként, hogy senki sem aranyos nyilván. Vannak egyre idegesítőbb karakterek számomra, szóval látom, hogy a Pólit sokan szeretik, szerintem a Póli egy pöcs. Akkor elmondom neked, amit nem tudsz, hogy az a faszi, a Tony Sirico, az az egyetlen, aki... az tényleg az. Ja, az mafiózó volt. Azt 28-szor tartóztatták le. Annak volt egy strip klubja, az egy kibaszott kőkemény gangster. Igen. A többek között a Sing Sing nevű börtönbe is ül. Az kemény. Ott van a celebrity között a Sing Sing. Megnéztem, hogy milyen híres emberek ültek ott. Ez így köcsög az az ember. Az az ember az önmagát adja, ő a legijesztőbb. Igen. Viszont Silvio, hogy akkor itt a fő embereken gyorsan végigfussunk még egyszer, Silvio meg egy karikatúra. Az önmaga karikatúra, igaz, hogy fantasztikus, de... Őt meg a Pólit én tényleg rómainak látom. Tehát ezek ilyen római jelmebeteg kiképző tisztek. Hát igen, másrészt a Silvio, mondom, az egy ilyen nagyon túlpörgetett Al Pacino, de annyira túlpörgetett, hogy jó. Igen. De a magyar hang is rájátszik, mintha még az is rányom negyvél. Jó, de ne róluk legyen szó, mert nem ők itt a főszereplők, azt gondolom, vagy hát gondolom, akkor most még nem ők a főszereplők, hanem például a főszereplő sajnos a Toninak a testvére, hát az borzasztó. Az unokaöccsére gondolsz? Nem, a nőre. Janice. Az, amikor én tudtam, tehát a Janice nagyon durva. Végre kiutálhattuk az anyját, itt az anya azért kicsit háttérbe szorul, ugye? És most itt a Janice. De hallod, egy pénzéhes szuka, basszus, nagyon szar. Milyen tökéletes cast. Tehát, hogy én azt is gondolnám, hogy ők az életben testvérek. Nem elég, hogy ugye testalkat is ugyanaz csak nőbe, igen. De a szeme. Ja, nagyon a szeme ugyanúgy gonosz, mint a Toninak. Igen. Nagyon sötét szeme van. Igen, van az a jelenet, sötét. Amikor bemegy a Liviához, és ott elkezdi, valahogy szóba kerül a pénz, hogy az Olivia így kiugrasztja, tudod, a bokorból azzal, hogy Janice, nem emlékszel, hogy hova tettem az ékszereimet? És tudod, ott annyira megváltozik a Janice arca, és az milyen mester jelent, hogy mutatják mögötte az ajtón azt a vigyázat lépcső, és ott egy pillanatra bevillan, hogy ledobja az izén, igen. Szörnyű, undorító. Szóval az a tipikus, az a rokon, akinek rögtön látod a tekintetét, hiénázni fog a dolga, és akkor hova tovább, bár ezt a Gyuri szoktam mondani, de mondom most én, a magyar hang is zseniális. Egy olyan idegesítő, ilyen csipog, nagyon jó színésznő, szóval fantasztikus színésznő, ismert nagyon. Annyira nem ismert egyébként, ő nem játszik olyan sok mindenben, nem. De ez tök kár, mert itt aztán megvillantja azt, hogy nagyon. Mindenesetre szörnyű, egészen szörnyű. Egyébként az is szörnyű, hogy nem csak a pénzre hiénázik rá, hanem rögtön rá hiénázik a Ricsire, ugye az új karakterünkre. Mondtam neked, hogy a Ricsi az nagyon durva. Tehát a Ricsi még ezeknél is rosszabb. Persze. Tehát a Ricsi mindegyiknél rosszabb, mert a Ricsi ez az ilyen arhaikus
tudod, ez az a kőparaszt, aki igen. Tehát csak a saját törvény, ilyen merev, begyöbösödött igen. állat. Igen. Fú, hallod a ricsit. És elképesztő jó ez az orgánum hozzász, a szenzációs. De ezt beszéltük, mert felhoztál egy hangot, akit nem tudtunk hova tenni. Nem az a Gáti Oszkárt? Mert én azt hittem, hogy... Én már összezavarodok ettől a rengeteg névtől. Én is. Nem, a Rajhona Ádám. Ő a Rajhona Ádám, szerintem, nem? Akkor én összekeverem, ő a Rajhona Ádám. Gáti Oszkár az nem a izének a hangja, a Stallone? Igen, a Stallone-nek, és akkor várjál, nem, mert én azt hittem, illetve amit múltkor mondtam, a Gruber Hugót mondtam, és nem tudom, hogy ki a Gruber Hugóé, hogy hallottam az egyik rész végén, hogy mondják, hogy Gruber Hugó. Az a Hash, szerintem. Az ki? A zsidó. Zsidó. Csávó, azt hiszem. Mindegy, valaki a Gruber Hugó, és a Gruber Hugó is egy remek hang. Jó, mindegy, én már nem, komolyan most már összezavarodok. Összezavarodunk, de az tény, van. Hogy ebben benne van az ezredforduló 10 legjobb magyar orgánum, igen, az 7-szerűség. Elképesztő hangok vannak. Fantasztikus, csodálatos. Tényleg, nagyon jó. Úgyhogy hát, jó, de amúgy meg a karakter, szóval ez gusztustalan, ez az a tipik, ez a délolasz, tehát ez az a kegyetlen, hülye vérengző szicíliai paraszt, aki beszabadul ide. Most kijön ugye, vagy kijön a börtönbe, ugye börtönbe volt, sítra volt, és tetszik, hogy próbálja egy picit fegyelmezni magát a Tony miatt, de azért nem nagyon. Tehát, hogy én egyébként vele úgy érzem, hogy a Tonynak sokkal keményebbnek kellett volna, én ezt bedaráltam volna azonnal. Mert ez leszarja, tehát hogy ez nem tiszteli a Tonyt. Igen, csak hát azért itt ugye ez az összefonódás, hogy neki is vannak emberei, akkor ott van ugye a fiatal csávó mellette, szóval azért... Meg ez a beltenyészet, hogy a Jackie April az volt a főnök, az volt a jó barátja, ja. Toninak, ez a bátyja, vagy öccse. Igen. Meg hát most ott van az, hogy készülünk a nagy esküvőre, ugye, mint a Szépség és a Szörnyetekben, és hát borzasztó ez a nő. Ez ahogy mondja, hogy akkor most végre, most ilyen én is megérdemlem a boldogságot, meg most akkor izé lehetek. Jaj, Janice egy kígyó, tökéletesen megmondja. Milyen jó, hogy a Junior ezt is érzi. Ja. Tehát érzi, mondja a Toninak, hogy szerintem a Janice uszította rád. Igen, ő akarja. Mennyire durva már, hogy a testvéred. Durva. Ennek ellenére a Juniort is megvetem én. Az egy idegesítő vén fószer. Jó, de amúgy az milyen érdekes ez az egész dinamika köztük, hogy a Tonit az első évad végén ki akarja nyírni az anyja meg a nagybátyja, és ja. a második évadban mi változik, mert igazából kijön a sitről, párszor dumálnak, ugyanúgy megy tovább az élet, mint hogyha ez egy család, és amikor a Junior eltöri a csípőjét, az milyen jelenet már, hogy oda megy a Tony, és a Tony emeli föl és viszi el azt az embert, aki meg akarta ölni. Tehát, hogy a Tonyban van egy ilyen fura dolog, hogy ő, szerintem ő akkor érzi azt, hogy ő jó ember, hogyha a családja szereti őt. És meg akar felelni, és akarja a szeretetét a nagybátyjának, meg az anyjának. Mindenki. De ezen kívül egyébként mindenkire szarik. Hát igen, meg azért ő neki toxikus viszonyai vannak tényleg, szóval valóban valaki írta a kommentekbe, hogy az anyához fűződő kapcsolat is toxik, és tényleg, bár én teljesen már megértem nem őt. A Tony tehet. Arról nem a Tony tehet. Nem, tök ártatlan az anyja. Jaj, abszolút, teljesen. Ott magát a viszonyt jellemeztem én. Szóval nézd, ezek az új karakterek, igen, néha kicsit nekem teleregény, szóval néha szomszédok a maga nemébe, de a jó értelembe véve, tehát hogy nagyon-nagyon hömpölyögnek a beszédek, meg nekem furák a vágások néha, nem tudom észrevette, de van, én például azt nem szeretem, hogy megy egy zene, tudod, az egyik jelenetnek a láfestőjében, és hirtelen snit. És nem megy le a zene, hanem hogy ott így hirtelen egyszer-egyszer tűnik csak föl, de tény, hogy olyan magával ragadóak az emberek benne, hogy ez nyilván benne van. És akkor beszéljünk még pár részről. Na, itt van az Óhazában című rész. Jaj, nagyon jó. Azért jó, mert és ha valami nagyon tetszik ebben a sorozatban, az, hogy eszméletlenül jól tud ugye önironikus lenni, ami a maffia témát jelenti, gondolunk itt a random batch, amikor ők maguk maffia filmeken röhögnek, igen. És itt, amikor bejön a Time to say good, és ez többször bejön. Andrea Bocelli. Igen, az Andrea Bocelli. És hogy beszélnek róla a Carmilla. Igen. És mindig ez megy, és már harmadszor, negyedszer jön vissza, és ez annyira erőltetetté válik, de különben nagyon jó, igen, visszamenni az Óhazába, mert hát amit ott talál a Tony, az is nagyon jó. Hú, az a csaj, mondtam, ott... az a nő, az kegyetlen durva. Igen, és de megfegyelmezi magát de... a Tony furcsa módon. Azért ez nekem nagyon tetszik. Szerintem ez annak a nőnek is rettenetes, és sikítva, igen. De annak a nőnek is szimpatikus, ez nagyon. Hát igen, mert van, tehát igen. Vannak elvei. Vannak elvei. Jó. Jó, egyrészt, másrészt meg azért tudjuk jó, hogy egy-egy ilyen karakterű nőnek talán az a legmotiválóbb, hogyha valaki nem akarja őt, az nyilván egy ilyen. Jó, vagy nem tényleg, azt, hogy milyen lehet, hogyha mindenki non-stop meg akar dugni? Tehát, hogy ő neki sem, tehát, hogy mindenki imádja és kész.
Hát, amúgy elmondom neked, hogy ezért kell a közönség találkozni. Elmondom neked, hogy a bővített változat van. Van egy jelenet, amikor a Tony így, még csak egyszer találkozott a nővel, még csak pár szót váltottak, de a Tony így azért nézi, tehát, hogy... Ja. És aztán elmegy aludni, és álmodik a nőről, de az egész mesteri, nagyon gyors, kb. 4 másodperces jelenet, ahogy azt látod, először a nő arcát látod, hogy hátulról dugják, és aztán mutatják a Tonyt római katonai ruhában, és dugja a nőt hátulról, és az egész jelenet 4 másodperc, és felébred. Ez milyen bővített változat? Van ebből egy ilyen bővített az egész sorozatból. Szóval ez a bővített, ez zseniális. Tehát egyszerűen ezt nem lehetett ennél jobban odarakni. Tulajdonképpen sajnálom, hogy kivágták. Mert nagyon jó. Tehát imádom ezt mindig, amikor a Tony amúgy mindig ezt csinál. Meglát egy nőt, és már arról álmodik. Hogy... Igen, neki azért, neki ez egy nagy kísértés. De mondjuk ez nekünk is, tehát hogy ez a nő, ez kegyetlen durva, amit művel. De egyébként ebbe a részben minden tök jó. Tehát olyan jó látni, a Furio megjelenik, hogy egy fontos szereplő. Hát igen, a Furio jó. A Furio, hogy tudod, ahogy a nők, ott van egy gyerek, egy utcagyerek, aki petárdázik, és akkor úgy be akar kerülni a maffiába, ahogy vele bánnak. Igen, tudom, igen. Azok igen, az olaszok még nagyobb tahók, mint az amerikaiak, állítom. Viszont az is tök, amikor a Póli kiül. Jó, Póli élvezni akarja, és ahogy kiül, és olyan... Kis kávé, miket, újság. Nem is tudom, buongiorno. Igen. Ez gyönyörű. Neki ez egy ilyen, nem is tudom, a gyökerei. És akkor vissza. Hát igen, illetve ezek ilyen félig képzelt gyökerek, szóval ez az, hogy ők akarnak ezek lenni, de közben viszont New Jersey tahóparasztok közben. New Jersey tahóparasztok, de csalódnak is itt. Igen. Amikor bemegy a klottyóba, meg egy csomó, nem tudom, ez az egész rész. Egyébként a Furio is ám New Jersey-beli. Lecsekkoltam a csávot. Itt annyi szereplő New Jersey-ből van, hogy az félelmetes. Tudom, azt tudom, hogy a többiek, több azt nem tudtam, hogy a Furio is. Én legalábbis hogy most úgy emlékszem, hogy mit is van a lenne. Ugorjunk a másik nagy kedvenc részem, a nagy játszma. A nagy játszma, a kártyapart is. Hú, az kemény. Az rohadt. Rosszul sül, az izgalmas. Ugye tudod, hogy én végre, tehát én nagyon-nagyon akartam ezt, mert én hiányolom ezekből a sorozatokból az akciót. Tehát amikor van egy akció, tényleg, amikor nem párbeszédek vannak, csak nem az, hogy hömpölyög egy duma, és itt most van, és nagyon kellemetlenül rá csesznek az emberek, úgyhogy ez... De az mennyire jó, amikor az új csávó, az a két balfasz, aki csicskák, yeah. És a Tony tudja, hogy a Silvio be fog kattanni, ha oda megy takarítani a tucet, és oda küldi. És oda küldi, igen. És azt hiszem, hogy abban is, nem tudom, hogy a sima változatban miket mondott a Silvio, de a bővített változatban ott is többet mond. És ott is olyanokat mondnak, hogy hé, sajtos fasz, hozd már még egy szendvicset, annyira undorítóan beszél. Gusztustalan. Hát megalázzák azt a két csávot, az igen, nem lehet nagyon, jó. Az a rossz, hogy őket megalázzák folyamatosan. Igen, és ezt egyébként azért, ha belegondoltok, nagyon sok maffia film, most itt eszembe csezd meg, hogy a Godfellas-ba, a mi magyarul a cím a Godfellas-nak? Nagymenők. A Nagymenőkbe, ugye az idióta állat Joe Pesci-nek beszól valamit, vagy az a kaszinóban van? Az már a kasz... Nem tudom, a kaszinóban van vele, Godfellas-ban is. Szerintem ott az... A Joe Pesci egy baromállat az egyikben, már nem emlékszem. Mind a kettőben egy baromállat, de az egyikben beugatnak, visszaugatnak egy ilyen csicska alsó kategóriás. Tudom, valakit kinyírja. És az kinyírja. Egy fiatal gyereket, tudom. Igen. Ez nagyon idegesítő. Egyébként az a csávó, akit ott kinyír, az esküszöm, mintha játszana ebben a sorozatban, de most teljesen meg vagyok már zavarodva, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy igen, és hogy ez annyira rossz, mert velük is olyan cudar módul bánnak. Igen, egyébként nagyon az egyik csávó az a Crimson Tide-ba, az utolsó esélyben, ő a rádiós. Ő a rádiós, igen. Ő neki van, ő Scotty. Igen, ő a Scotty, Fénynél is gyorsabban, igen, ja. És ő az, aki a képregényekkel van a Kirby-ről. Ja, meg Kirby, igen. Ez egy szimpatikus gyerek nagyon. Ja. Kár. Igen, kár, nagyon rossz. Ja, de hát olyan hülyék, mert persze egyébként türelemmel meg lehet ezt csinálni, de persze csöcsnek van türelme kivárni ezt, hogy ennyire csicskáztatnak. Meg igen, meg ők, hogyha képzettek, azért az valamelyik egyetemre járt. Igen. Tehát, hogy igen. Ők rájönnek arra, hogy mi a francot művelünk itt. Persze. A talpnyalói vagyunk ezeknek, és belénk is törlik a lábukat, tudod. Így van. Most aztán annak nem örülök, hogy úgy végződik, ahogy, tehát nem örülök annak, hogy ehhez nyúltak, hogy majd, mert ez egy hülye ötlet, hogy így szerzünk magunknak hírnevet, hogy a bossnak az unoka öcsét. Igen, ez egy nagy hülyeség. Ez nagyon nagy hülyeség. Azzal nem lehet hírnevet szerezni. Még úgy is, hogy majdnem sikerül, ugye? Azért ez így is szörnyű ez a dolog. Amit még kiírtam, amiről beszélnünk kell, az a puszi bérmálása. Az egy zseniális rész szerintem. Zeneileg is csodálatos, hogy megcsinálták. És ott a Christopher is, tehát ezek a szálak, hogy összeérnek, hogy a Christophernek így mondja a Tony, hogy van 10 percet, dönts, de ugye ez a családhoz akarsz. Kemény, igen. Tök jó. Tehát Tony ezért tudja elvezetni ezt a családot. Valaki mondja is róla, én már nem tudom, hogy az első vagy a második évadban, hogy
Hát, hogy ő kegyetlen is, kiszámíthatatlan. Ezt a Junior mondja, a junior amikor így izé azon lamentál, hogy most a Ricsi mellé álljon, vagy a Tony mellé, és akkor mondja, hogy Tony viszont kiszámíthatatlan és erőskedik. És erőskedik. Tisztelik és félnek tőle. Ja, igen, ez itt működik ez a dolog. A Ricsitől csak félni kell, mert a Ricsi egy állábeteg barom. Igen, 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 az tény. Az tény. Ő csak egy veszett kutya egyébként. Hihetetlen egyébként, hogy a Ricsi folyamatosan szembe megy a Tonyval, és mint hogyha nem lennének következmények. Nagyon érdekes, ezt nem értem egyébként, hogy ezt miért csinálja. Lehet, hogy ő már egy olyan szint, ahol nehéz csak úgy kiiktatni embereket, de az is durva, hogy a végén bánik egyébként a Janice-szel. Milyen durva, nem egyébként? Az a jelenet. Az nagyon kemény. És halad így a semmibe. Először beszól neki, hogy fogd be a szád, és főzd meg a vacsorát. És akkor Janice így elkezd neki az izé, és akkor mi már hápolj végén? És tudod, és így így néz, és nagyon kemény. És utána Ábel, ahol utána leül az asztalhoz, és akkor elkezd zabálni, és az a rohadt mély reket hang mondja, hogy most mit nézel, vagy mit bánulsz? Igen, igen, a rajon. Azért az annyira megdöbbent. Annyira jó csinálja ezt a rajon, Ádám. Ha belegondolsz, a zsinek mennél is egyébként egy utolsó tahó. Annyira, ja, nagyon. Annyira jó. Az emberetek halott. Ez szarű. Hát ez szarű. Nagyon jó. Jaj, itt is a röhögés előjön néha. Ez az ilyen hülye hörgő, pokolbeli röhögés. Igen, igen. Amire még ki kell térjünk, az a... Hát most a Póli szemszögén keresztül a vallás és a saját lelkiismeret egy mafiózónak, de egyébként ez vonatkozhatna több mindenkire is, de a Póli egy tök jó archetípus erre. Tehát, hogy ő adakozik folyamatosan egy adott plébánián, azért egyébként teljesen tudatosan, hogy ha ő sokat ad, akkor ő védve van. Akkor, az ő lelke be van védve. Nagyon durva! Ez megint tipikus ilyen középkori, egyébként nagyon felszínes olasz vallásosság. És épp ezért van benne ez a hülye félelem azoktól, az ilyen dolgoktól is, hogy a szellemek, meg mindent, tehát tudod, ő ezeket... Jó, de azért ez az ördögűzös rész, tehát amiket ott mond, az mennyire, igen. Az nagyon betalál. Hát igen, tehát, hogy... bár itt akkor pálcát tör a sorozat amellett, hogy ő hisz. Mármint a sorozat hisz ezek szerint ebben, mert tényleg olyanokat mond az a csávó, amit nem tudhatna. Amit nem tudhatna senki. Szóval akkor a sorozat elméletileg hisz a szellemekbe, de most ez nekem igazából persze teljesen mindegy, csak mondom, hogy egyébként a sorozat ilyen babonás, úgy tűnik, babonás, mint egy a Póli is babonás, mint a Póli nagyon durván. És hallod, amikor a résznek vége van ott, és a pap az ugye nem védi be, ahol kimegy és elsétál egy Krisztus szobor, mert és felnéz ilyen szemrehányóan. Igen. Rohadt jó, igen. Azért, mert ez egy gyermek, tudod, ezt úgy hívják a teológiában, hogy gyermetek hit. A gyermetek hit ilyen, hogy én most akkor imádkoztam három miatyánkot, és akkor most hol van a reward? Jó, tudod? De ő tehát különben is egy gyermetek logikájú ember. Tehát... De nagyon sok felnőtt van így. Tehát rengeteg felnőtt van ám így, hogy tudod, de hát hányszor kiálltunk, hogy ezt most miért csinálta az Isten, tudod meg? Ezt most miért akart az Isten? De hogy nyilván most a Póli nem látja a komplexitását a saját hitének sem, meg az egész egyháznak, meg minden. Mindenesetre nagyon jó, mert tényleg olyan jó sztereotípiákat hoz a sorozat, tahók közül, babonások közül, délolaszok közül, hogy tényleg jó. Nagyon fura az, hogy a legtahóbb baromállatokat nézzük, és imádjuk őket. Tehát, hogy egy Dextert nem imádtam ennyire. Szerettem nagyon a Dexter karakterét, és szerettem a Dextert. Itt viszont imádom ezeket az embereket. Pedig, ha logikusan végiggondolod, tehát miért? Tehát, hogy nehogy már ők, de nekem rohadt szimpatikus mindegyik, csak közben mindegyik agresszív hülye barom. Rasszista, gyöpös, gyilkos. Jó, csak tudod, ránk, és nem csak ránk, hanem nagyon sok emberre. A családtörténet és egyébként a maffia történet nagyon nagy hatással van. Tehát annak olyan a dinamikája. Tudod, a család azért, mert akkor megnézel 10 részt, és te is a család tagja vagy egy kicsit, tudod. Pedig hiába bűnözőkről van szó. Ja, úgy drukkolsz egy kicsit, hogy senkinek ne legyen baja, meg mit tudom, meg azért a gonosz bűnöző, meg a család dinamika miatt van ez az egész. Illetve ez a recept részt. Talán ez segített a Dexteren is, meg itt is, hogy adj egy még nagyobb gonoszt. Hát igen. És akkor a Dexter már jó gyereknek tűnik. Pontosan. Mellesleg, és akkor azért erre is térjünk ki, ennek az évadnak nagy erőssége, hogy küzd a Tony, tehát hogy is mondjam, a lélektani vetület nagyon erősen előjön itt, ugye a hal, ugye a végén, meg de az amúgy először, amikor először néztem, nagyon, nagyon ilyen kellemetlen volt az az álomjelenet, az a pár álomjelenet, így nem értettem, bizarr volt, nem is illett bele. De egy utolag azt mondom, fergeteges. Tehát az, ahogyan a saját tudatalattia el akarja neki mondani azt, amit az, amikor abból felébred, és ott az egész ilyen csodálatos, hogy össze-vissza fingik, fosik, minden baja van az ételmérgezéstől, és a végén teljesen kimerülten ül ilyen lehorgasztott fejjel a klotyon, és Mulderre mutatják, és csak annyit mond, hogy jó puszi. És mert ott már tudja. Igen. Öregem amúgy, és ez a zárás, és akkor tényleg fejezzük be ezzel, hát ez, ahogy ott kimennek és szembesítik,
Hát ez a vadvilágnak, a maffia vadvilágának a törvénye. Igen, de itt barátok. Tehát, persze, hogy meg kell tenni ezt, persze, amin a Póli nagyon hamar átlendül. Ja. Mert a Póli az elején ő se hiszi el, de ő pikpak mondja, én megteszem. Tehát, hogy ő már ott átkapcsolat, hát és ő már egy arab baromát, és ő ott már gyűlölettel nézi. Persze, de a Tony szemében nem ez van. A Tony szenvedettől. Igen, mert tudod, ebben az egész sorozatban azért azt el kell mondjuk, hogy a Tony jó ember akar lenni valahol, valamennyire. Tehát a pszichológusnál is ez derül ki, hogy azért a Tonyban van hajlam a jóra. Még hogyha ezt el is fedi a sok rossz cselekedet, meg a rosszra való hajlam. Ő is ösztönösen hülye. Tehát ő is állandóan az ösztönei uralják őt. Hát abszolút. Hát igen, abszolút. Ő... Ja. De mondom, ő mint hogy a Tonynál az ember érzése ennél a karakternél, hogy ő a jó kezekbe, ő akár jó is lehetne. Csak akkor tényleg jó kezekbe kéne lennie. De hát egy kegyetlen, irgalmatlan állat ő is. Az. Viszont a lelkét kikezdi, hogy a saját barátját meg kell lölnie, már ha meg kell lölnie. Ugye, mert itt jön ez a... Most így is lerendezzük el, hogy hát meg kell lölnie a puszit, persze. Igazából nem kell megölni a puszit, csak ennyi, hogy ez a szabály ennek a hülye ilyen macsó klubnak, amit én is hát azért, szeretek. Azért ez így nem igaz, barátom. Hát a puszi azért koronatanú ellenük. A puszit bármikor bevieti az FBI. Persze, csak hát azért mit tudom én, lehet, hogy lenne rám út, hogy én most adok neki egy jegyet, hogy menjen el Kolumbiába, azt próbáljon szerencsét ott. Nekem ez kibízna benne nyilván. Már innen van sem, nem, figyelj, itt, ez akkor lett volna érdekes, ez a topik, hogyha egy évvel ezelőtt, tehát egy hónapja kapta el az FBI, vagy egy hete, és oda megy a Tony, és azt mondja, hogy Tony elkapott az FBI. Nyilván, és azt mondták, hogy életfogytigra lecsuknak, hogyha nem, most mi legyen. Persze. Na, az egy érdekes helyzet van. Mert ott, hogyha ő a barátod, meg ő őszinte hozzá, nem árul el, akkor lehet, hogy valahogy el kellett volna játszani, de az se lehetett volna az végtelenségig, hogy megvezetjük az FBI-t, persze, nem tudom. Persze. De minden esetre az egy sokkal érdekesebb. Ha úgy kinyírják, az nagyon gáz. Ja. Az kemény lett volna, ja. Igen, így van. És akkor én még egyébként bedobnám, mert amúgy is kedvelem őt, mint színészt is, meg mint rendezőt is tulajdonképpen, a John Favreau-t, hogy tűnik itt föl. Igen. Ennek a sorozatnak a természetesség az egyik fő erénye szerintem, és tök jó, hogy ilyen természetességgel vállalja egy valós szereplő a valós nevén, hogy mekkora hollywoodi töcs, igen. Nem? Igen, igen. Ez különben nagyon jó, ettől teljesen életközeli lesz ez a sorozat, mert bátor jó, ez. És ott szegény mind megy át. Mit kell átélni már a Christopherrel is? A Christopherrel, ja. Aki még eddig az egyik legszimpatikusabb ezek közül. Persze. De az, amikor előadja arról a nőről azt, hogy a Biggie-nek leöntötték mindenét savval, most üvegszebe van. és ott visszaváltanak a fából egy arcára, és tudod, az a döbbenet. Ott hirtelen belekóstolnak a világba. Ott nagyon mélyébe haraptak a maffia ott. Világnak a mélyére, az biztos. Ez érdekes egyébként tényleg. Érdekes az is furcsa, ahogy ő akar lenni ugye a része ennek a filmvilágnak, meg a forgatókönyve. Ő önmagát keresi ez a csávó. Hát abszolút, igen. Egyébként jó színész. Jó színész a gyerek. Igen, de tudod, miben láttuk ezen kívül? Az egyik Bad Boys részben. Igen, ő az a kisgyerek, aki... Ez a Jojo. Az Jojo, az informátor. Igen, ő volt. Pedig egyébként ennek a srácnak, neki, ő az egyetlen színész, akinek totál más a hangja. Ja, tehát neki ja. Rohadt, ilyen Jon Snow-szerűen mély a hangja. Nagyon jó orgánuma van eredetiben. Tök jó. És nem is illik hozzá, mert ő egy ilyen kis mitugrász gyerek, ja. És egy rohadt jó hangja van egyébként hozzá. Jó. De mondom, nekem tetszik a színésziskolába az alakítása, meg minden, szóval szerintem tök jó ő. Igen, csak ő is pszichopata. Ja, persze. Tehát az, amikor mindenki. Bemegy még aztán az első évadban, vagy bemegy a sütiboltba, és ott lából lövi a csávot. Ja, tényleg. Szóval a Christopher se normális. Igen, nem normális ő se. Nem, hát itt, mondom, mert itt mindenkit, szóval ők csináltak egy modernkori vadnyugatot az amerikai városokból. A vadnyugatot érdekes módon nem nyugatról importálták, hanem ugye Európából, Itáliából, de hogy döbbenetes vadnyugat ez az egész. És mondom egyébként, akármennyire is az ember azonosul valamennyire az által nézett karakterekkel, meg a tényleg az életének a részei lesznek, de amúgy amit ezek csinálnak, most nem csinál meg ugyan szarantot, mint a múltkori résznél, de tényleg ez is például nem. Tehát, hogy ők mondom, ők korlátlanul csinálják a saját utcájukba. Rájuk nem vonatkoznak a szabályok. Nem vonatkoznak a szabályok. Tehát, ők soha nem buknának le, ki tudja még mindent meg nem tennének. Most érdekes, nem tudom, te tudod, hogy mi lesz majd ezután, de egyébként mostanáig így a szervek, a hatóság annyira nem játszott De most majd, szerepet, majd beindul, ne félj. Beindul a hatóság. Hát keményen. Most még egyelőre itt mindenki szabadon garázdálkodik, durván egyébként.
Hát az az autóelütés is durva, amit a Ricci csinál. Az annyira, a Ricci egyébként a legundorítóbb. Én azért nagyon haragudtam, mert meg az az ember, tehát hogy basszus, az főnök szólt neki, és szállja le rossz izé. Na megint ez, hogy nem lehet itt nem ugathatsz be. Jó, még egy dolog eszembe jutott, ami tökre tipikus, és majd később még többször jellemző lesz a Tonyra. Akkor a Tony úgy érzi, hogy bűntudata van, vagy hogy valakit nem védett meg, akkor a nap végén besétál oda, és felkínál nekik 50 ezer dollárt. És akkor odaadja az odaadta 50 ezer dollárt Vince-nek. Vince, tedd el! És a Vince mondja, hogy adja, mert mit akarsz, mi a faszt akarsz ezzel? Mit akarsz ezzel, tudod? Ja. És az mondja, de Vince, el kell tenned, de Vince, el kell tenned, el kell fogadnod. És akkor a Vince, tudod, becsicskul a főnöknek, elfogadja, és a Tony így, ez az, köszi Vince, köszi! Igen, és boldogan elsétlen. Levitt, levette, levette róla a megvette súlyt. A lelki ismeretére nyomó terhetőt. Szóval ez, és ez többször megpróbálja Tony, de olyan is lesz majd, amikor valakit le akar fizetni, és nem jön össze. Ja. És olyankor a zavar az arcán tök az jó. Az jó, igen. Ja. Hát jó, jó ez a sztori továbbra is, tehát hogy én mondom, szeretem ezt, annak ellenére, hogy kicsit nekem néha tényleg ez az ilyen, hát vagy Dallas, vagy Szomszédok ugrik be, tehát hogy nekem egy kicsit túl gyorsan nekem jönnek nem. a beszédek, de nem imádom. Baj ez. Minden nem, percét. Meg azért lehet tanulni ebből, plusz sok jelenet művészi, még mindig. Igen. Vagy hát akkor ezek szerint... Meg a zenék, nagyon jó a zeneválogatás egyébként. Jó, nagyon jó a zeneválogatás, mondom, egy-kétszer ezek a nyers vágások, ezek furcsák nekem, de ettől függetlenül örömmel nézem ezt, és várom. Igazából ez az, ezt az, amit mondtam a Gyurinak, hogy hát várjuk, hogy kivel mi lesz. Tehát, hogy most már úgy aggódunk, meg úgy vagyunk vele, hogy akkor a családba ki hova növi ki magát. Ugye? Végre folytathatjuk ebben. Most, hogy ezt felvettük, neki... Ja, akkor lehet neki veselkedni. Igen. Minden esetre akkor nagy szeretettel köszönjük, amiket írtatok már, vagy hát én is személyesen, mert ugye egy csomó kérdésre is válaszoltatok, plusz láttam, hogy többen irodalmat is mondtatok, amit én hiányoltam. Ez nem pont ugyanaz volt, amit én hiányoltam, mert hogy én egy összefoglaló nagy magyar nyelvű, tehát tényleg magyar által írt magyar nyelvű maffia történetre gondoltam, de egyébként nagyon jó, amit írtatok, néhányat én is ismertem, mint ugye ez a Szobákat festek, amiből készült most nemrég a Scorsese-nek a filmje. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez is jó volt nagyon, meg jó erről beszélgetni, úgyhogy biztosra veszem, hogy ez alatt, a videó alatt is több ilyen lesz majd, gyertek, sziasztok! Sziasztok.